A mellrák diagnosztizálására szolgáló új berendezés kifejlesztésén dolgoznak a Brünni Műszaki Egyetem informatikai technológiai karának kutatói. A PAMMOT projekt két képalkotó diagnosztikai módszer egyedi ötvözete, az ultrahangé és a fotoakusztikus mammográfiájé. A PAMMOT fotoakusztikus felvételeket készít a merről. Az a lényeg, hogy a mammográfiai röntgent ki tudjuk váltani, és erre a lehető legjobb megoldás a fotoakusztikai berendezés. Elég sok együttműködő orvosi partnerünk van, de elsősorban a kelet-hollandiai Twente Egyetem és Orvosi Központ, ahol diagnosztikai megoldások kidolgozásával foglalkoznak, és már meg is van az a páciens csoportjuk, akiken az eljárást tesztelni fogják. A fejlesztésben részt vesznek még matematikusok és fizikusok is, főleg a londoni és a berni egyetemekről. Egy cég tehát legyártja az ultrahangképet előállító berendezést, a fizikusok és matematikusok pedig kitalálják az ultrahangnak a szövetből való kilépését leíró egyenletet. A Brünni Műszaki Egyetem kutatócsoportjának osztályrésze ebben az, hogy számítógépet táplálva kiszámoljuk az egyenleteket és összesítjük, és így kiderül, hogy milyen elváltozás található az adott szövetben, jól működött-e a berendezés és megfelelően végezték-e a vizsgálatot. Én az új géppel való vizsgálathoz készítem elő a pacienseket, és a rendszer optimalizálásán dolgozom. Remélem, hogy ez alatt a 4 év alatt el fogom mélyíteni a szakismereteimet, be tudom fejezni a munkámat, és megkapom a doktori címet. Az én feladatom a PAMMOT projektben az új tomográfiai eljárások és a gyors hangalkotó rendszerek fejlesztése. Ezek tennék lehetővé az akusztikus kép rekonstrukcióját, amely elősegíti a daganatok megfelelő diagnosztizálását. A mellrák átvilágításos vizsgálata Csehországban a 3 államilag finanszírozott vizsgálat egyike. Nagyon fontos, hogy minél korábbi stádiumban találjuk meg a daganatot, mert ezzel nő a gyógykezelés hatékonyságának és a túlélésnek az esélye. Ha megnézzük a kéz röntgenképét, látjuk a csontokat, de a látszöveteket nem mutatja élesen. A mammográfia is csak homályos szövetet mutat, ami lehet tumor, vagy csak egyszerű, ártalmatlan meszesedés is. A mi módszerünknél az érhálózatot igyekszünk láthatóvá tenni. Piros színű lézert használunk, amit jól elnyel a vérben található hemoglobin. A tumorok többsége úgy viselkedik, hogy nagyon gyorsan alakít ki új szövetet, amelynek energiára és tápanyagra, oxigénre van szüksége. Éppen ezért jönnek létre új érhálózatok. Ha összehasonlítjuk a mammográfiával, az a rendellenes szövetet mutatja, ami rejthet veszélyt, a mi rendszerünk pedig megmondja, hogy igen, ebben a szövetben sok az ér, nagyon vérdús terület, ami potenciális rizikót mutat. Képzeljük el, hogy van egy nagy halastó, amelyben ereket keresünk, valahol ott vannak. Majd a halastóba bedobunk egy követ, amelynek szintén van bizonyos súlya és alakja. Ahol a kő a vízbe ér, ott ér be a lézer is. Ha érdekel bennünket, hogy hová esett a kő, a halastó partjára megfigyelőket állítunk, a mi ultrahangos szenzorainkat, amelyek két dolgot fognak felvenni. Először is, hogy mikor érkezett be a jel, mikor keletkezett a hullám, másodszorban pedig, hogy milyen alakja volt. Elmondjuk, hogy innen milyen messze terjedt a hullám, és lemérjük, hogy mikor ért el az adott távolságra. És mivel mi ismerjük a halastó alakját, hogy nem egyenetlen, hanem egy szép félgömb, akkor matematikailag tudom, hogy 50 mikroszekundum alatt kellene ideérnie a hullámnak, de 55 alatt érkezett meg, akkor ott valahol sűrűbb volt a szövet. A mammográfia elég fájdalmas, hiszen a vizsgálathoz össze kell nyomni a mellett. A mi rendszerünkben viszont a páciens kényelmesen fekhetne egy padon, míg a mellét egy vízzel és géleltel tálba kellene belehelyeznie. A tálban lévő keveréket 25 Celsius fokra melegítjük, hogy kényelmes legyen. Az egyedüli kellemetlenség a vizsgálatnál annyi lenne, hogy mintegy 15 másodpercre bent kellene tartania a lélegzetét, hogy elkerüljük a mozgást és ezzel a kép életlenségét.
A lézeres mellvizsgálatot és a termográfiát már elég régen használjuk kísérletileg, de ez idáig a piacra való bevezetés előtt még egyiknél sem mutattak ki semmilyen káros mellékhatást. Mihelyt az említett új eljárásról meglesznek az első komoly klinikai tanulmányok, és az egészségügyi minisztérium is elismeri ezt, mint új diagnosztikai eljárást, biztos, hogy csak pozitív hatással lehetnek a páciensek életminőségére. Ministerstvem zdravotnictví, tak potom je možné, že by mohla mít pro pacienty eventuální přínos. Most tartunk a rendszerépítésnél. 2019-ben és 2020-ban kellene elvégeznünk az első 50 páciensen a klinikai vizsgálatokat, mégpedig a holland Twentei Egyetemen. Az első új vizsgálati gépnek a reális esélyek szerint 2021-22-ben kellene megjelennie a piacon.